Bának a turisztikai jelentőségéről szeretném elmondani, hogy a közelmúltban volt a Magyar Turizmus ZRT-nek egy konferenciája, ahol ismertették a fesztiválra érkező turistákkal kapcsolatos adatokat, és itt elhangzott, hogy egy átlagos költése a fesztiválra érkező turistáknak 19 000 forint, az átlagos tartózkodási idő 2,82 nap, és a turistáknak, a fesztiválra érkező, általában a fesztiválokra érkező turistáknak a 19%-a lakik kereskedelmi szálláshelyen. Jó, magam turisztikai szakember vagyok, minden évben csinálunk felmérést a zsidó-nyári fesztivál látogatói körében, és egy reprezentatív felmérés, és ezek a felmérések évek óta azt mutatják, hogy a zsidó-nyári fesztiválra érkező turisták minimum 4 éjszakát töltenek Budapesten, az átlagos költésük 30-40 ezer forint között van, és nem hogy a 19, hanem a 90%-uk lakik kereskedelmi szálláshelyet, hiszen a mi turistánk nem a Sziget Fesztiválra jönnek, nem sátorokban laknak, hanem 4-5 csillagos szállodákban. Hát ennyit szeretnék elmondani a fesztivál eredményességéről, és remélem, hogy ezt a főváros is értékeli majd előbb-utóbb, mint olyan fesztivált, amely komoly idegenforgalmi bevételt.